minden lányok, van egy új naplóm, és azt akarom, hogy írjuk bele a jövő heti terveinket. Diana, a terveinket felírhatjuk a naplónkba. Igen, mindannyiunknak van naplója, és odaírjuk a terveinket. Diana, mi baja van a kabalának? Kabala, szomorú vagy? Depressziós vagy? Oszd meg velünk, egy csapat vagyunk. Lányok, nem vagyok olyan hangulatban. Tudjátok, hogy a divat kedvéért kiugasztottam a fülem, és most már tényleg elkezdett fájni a fülem. Kabala, egy rémálom. Új Istenem, ezt nem látom. A francba, Kabala, sürgősen az intenzív osztályra kell menned. Lányok, miről beszéltek? Csak egy kis karcolás van rajta. Lányok, ez nem egy karcolás, ez egy fertőzés volt. Tudjátok, mennyire fáj? Kabala, hogy a fertőzés ne jusson be, le kell zárni raktapasszal. Mit fogunk most csinálni? Nem kell ragasztanod semmit, megmosom, elég lesz. Kabala, kérlek, bíz bennünk, Diana nem ad rossz tanácsot. Diana rendelkezik orvosi háttérrel. Nos, Kabala, ahogy akarod, akkor menj és mutasd meg mindenkinek a bedagadt füledet. Maja, bár nincs orvosi végzettségem, tudom, hogyan kell egy karcolást raktapasszal leragasztani. Király, Diana, megcsináltad. Oké, akkor mi a következő lépés? Leírjuk az összes tervet Diana naplójába, vagy edzeni megyünk? Lányok, mostanában olyan szétszúrtak vagytok. Ezért az új naplomba beírjuk az összes terveteket. És akkor higgyétek el, nagyon összeszedettek lesztek. Knopa, mik a terveid a jövő hétre? Menj fogatmosni, menj szőrteleníteni, szedd ki a szemöldököd és menj pattanásokat nyomkodni. Azt hiszem, kozmetikusnak hívják. Ó, és én nem tudtam. Oké, Knopa, leírtam. Maja, mik a terveid? Nos, jövő héten a legfontosabb dolog számomra, hogy elmenjek és eltávolítsam a szemölcsömet. Mi? Van egy szemölcsöd? Igen. És hol? Tudom, hogy hol van Maja szemölcsének a helye. Láttam az öltözőben. Diana, ne beszélj! Kérlek, ne beszélj! Maja, természetesen, nem mondok semmit. Más téma, Nastya, mik a terveid? Diana, azt terveztem, hogy meglátogatok egy tetoválószalont, és egy nagy tetoválást készítek, egy bolyhos nyulat. Lányok, az egész iskola titeket keres, egy vásár van folyamatban. Mi az? Bolyhos nyuszi? Kosárlabdázók, ez most nem a legjobb alkalom. Jövő hétre tervezünk. Várjatok, milyen verseny? Iskolai verseny. Ezt Jana, Lyalya, Mike tanár úr és Pizza rendezte. Ők lesznek az esküdszékben. Hűha, és erre senki sem figyelmeztetett minket. Az iskolai csoportban senki nem mondott semmit. Mit terveznek ezek a patkányok? Lányok, azért küldtek minket, hogy megtaláljunk titeket. Eljöttök? Részt fogtok venni a versenyen? Vagy valaki más fog nyerni? Nem érdekel. Nem, mi törődünk vele. Lányok, hogy lehet, hogy nem érdekel? Mi vagyunk a nyuszik, és részt kell vennünk ezen a versenyen. Mindig a győzelemre törekszünk. A fülem miatt nem tudok részt venni. Kabala, semmi sem fog történni a füleddel, nem fog leesni. Nos, a nyuszi lányok a győzelem felé tartanak. Igen, de még nem tudjuk, milyen versenytársakkal, lehet nem fog tetszeni. Mi a különbség? Szeretünk nyerni. Menjünk? Nos, srácok, ma egy versenyre kerül sor. Minden mozgalomból egy-egy képviselő vesz részt a versenyen. Mindenki választ partnert és elkészít egy finom ételt. Az ételnek nem csak ízletesnek kell lennie, hanem szépnek is, nagyon szépnek. A győztes csapat pedig... egy adag rágógumi az egész csoportnak! És miért kezdődött el a verseny nélkülünk? A francban most kiegyenlítődött a hangulatom. Blondi, ne aggódj, a nyuszik jó ellenfelek, versenyezzünk. Utálom őket. Hol voltatok? Kerestünk titeket. Jana, nem tudtunk a versenyről. Mit kell tennünk? Kezdetben a csapatból csak egy képviselő kell maradjon. Oké, Diana, te vagy a kapitány, te maradj itt. Lányok? Diana, a kötény ételek közelében vagy. Rendben. Szóval, srácok, folytassuk. A nyuszik egy kicsit megzavartak minket, szeretném bemutatni a zsűrit. Mike tanár úr! Pizza, ő az, aki mint senki más kitalált egy finom ételt. És a preziben is sokoldalú. Srácok, kérlek, tudassátok velem, nem hallgattam meg semmit. Ez a te problémád, Diana, és így a csapat egyik képviselője elővesz egy papírlapot, és kitalálja, mit fog főzni, értitek? Lauren, gyerünk, jól főzöl. Ha sokat eszel, sikerülni fog. Köszönöm! Nos, lányok, akkor húzzunk egy darab papírt, és kitaláljuk, milyen ételt fogtok főzni. Én
Én vagyok az első. Diana, a francba, te nem tudsz főzni. Nos, Nyuszi, ebben a versenyben biztosan veszítesz. A vesztesek nagyon szeretnek főzni, és én bármilyen ételt megfőzök. Röviden, majd kitalálok valamit. Nos, a résztvevők most bejelentik, mit főznek. Kekszes süteményt fogok sütni. Süteményeket fogunk csinálni. Én pedig pirítust kell, hogy csináljak. Én pedig gofrit. Oké, lányok, most jogotok van arra, hogy választhatok egy asszisztens a mozgalomból. Nos, résztvevők, választhatok ki az asszisztenseket, és sok szerencsét a versenyhez! Ktopát választottam! Vedd fel! Mi a téged választalak? Én? Hurrá, megtanulok főzni! Sok szerencsét! Győzz le a nyuszikat! Tessék, itt a kötényed! Biztosan legyőzzük a nyuszikat! Én Julie-t választom! Én? Ó, Istenem, nagyon köszi! Julie, gyerünk! Készíts valami finomat, majd eszünk! Julie, tessék, itt a kötény! Ha kicsi, csak húzd fel, egyébként pirítós csinálunk! Király! Gofritorta! Lányok, valljátok be, melyikőtök tud gofrit sütni? Én minden nap gofrit csinálok, általában minden nap. Nagyon szeretem! Ez persze mind király, de álljak ki! Nastya, ide ülhetsz! Térden állva? Igen! Ő nagyon szerencsés vagy, barátnőm! A francba, Knopa, van egy kis problémánk. Kekszes süteményt kell készíteni. Nagyon finomnak és szépnek kell lennie. A süteményeknek nincs rossz íze. Remélem. Röviden, a miénk kell legyen a legjobb, mert nagyon akarom azokat a rágógumikat. Én is, ezért fogunk nyerni. Figyelj, csináljunk sok pirítost, hogy később tudjunk enni mi is, és a fiúk is kértek belőle. Julie, van elég kenyerünk, szóval csináljuk meg. A francba mit csináljak vele, nem tudom. Add ide, összetöröd. Oké, te csinálod, én elkenem. Lányok, ha nem kaptok tortát, akkor segítünk nektek. A közeli boltban elszaladunk és veszünk egy jó kis süteményt. És nyerni fogtok. Srácok, főzzetek finom és szép ételeket, és aztán... Ha pedig finom és ehető ételeket készítetek, akkor édes asztalt készítünk. Mike tanár úr, nézze csak meg, mennyire össze vannak zavarodva, mutassák egymásnak a nyelvüket. Versely, mindenki rágógumit akar nyerni. Ha senki sem nyer, Mike tanár úr egy évig fog rágózni. Szerintem a srácok megpróbálják. Mi a baj a Zalina? Én nem tudom, összefolyik a nyál a számba. Én is, de türelmesnek kell lenned. A végén lesz egy édes asztal, és aztán eszünk. Igen. Röviden, Knopa, egy nyuszi stílusú tortát készítünk, fehér, bolyhos, gyönyörűt. Ez az, nyom ki a tejszínt gyorsan. Blondi, inkább csokoládé. A csokoládé nem rontja el az ízét. Igen, törzs tele. Én édes nutellás pirítost készítek a teához. Én pedig pirítost készítek eperrel és friss bogyós gyümölcsökkel. Lauren, mit csinálsz? Ne csak egyél! De hát nagyon finom! Méri, kire fog szavazni? Nos, szeretem, ha az étel szép, és a legszebb ételre szavazok. Csak a szépre. Én a jó ízre szavazok. Francba, srácok, őszintén. Nézem a lányok tortáját. Undorító. Megyünk a boltba? Igen, mire vársz? A lányoknak nyerniük kell. A francba, Knopa, folyik a krém. Igen, rossz a krémünk. Mia, szerinted étvágygerjesztők a sütemények? Én megenném őket. Én is megenném őket, Mia, valahova kell dugnunk egy kis zöld zselét, ez a nyálkás zöld színünk. Nem tudok többé ellenállni, meg akarom enni az összes pirítóst. Julie, tetszik a meglepetés piramis pirítósom? Milyen meglepetés? A piramis kinyílik, és cukorka megjelenik. A nyálam megfolyik. Ennyi, nem bírom, harapok. Tedd le, és többet ne ér hozzá, veszteni fogunk miattad. Nem vagyok falánk, csak édes szájú. A focisták főzték. Fúj, soha nem próbálnám ki. Nézd csak meg Lauren tortáját. Mi a helyzet a békákkal? Valamiféle fehér iszapos sütemények. Nem eszek egyetem. A játékosoknak nincsen tortájuk, hanem valami szemét. Julie, azt még tedd fel. Na, így jó lesz. Srácok, megyünk pisilni. Visszajövünk. A francba kosárlabdázók, rossz ötletetek van. Nyuszi veszíteni fog miattatok. Tudjuk, hogy mit csinálunk.
A versenyben részvevő srácoknak 5 percük maradt, tehát percekre vagytok attól, hogy kiderüljön, ki fog nyerni. Gyuli, Gigi, gyerünk! Knopa, siess, már csak 5 percünk maradt! De nem könnyű az egész tortát csokoládéval bevonni. Gyerünk! A francba, Blondi, gyorsítanunk kell! Akkor siess! Nincs annyi időnk. A francba a vizet akarok inni, nagyon szomjas vagyok. Hát persze, olyan sok édességet ettél. Mit jelent? Én eszem, de nem falom fel, emlékezz, Alexa. Tudod, ha ránézek ezekre az ételekre, nem tűnnek olyan ehetőnek. Én ezeket nem eszem meg, esetleg megkóstolom, a külsejük alapján fogom megítélni őket. Én mindent meg fogok kóstolni. Lányok, Mike tanár úr is kóstolni fog. Itt mindenkinek jut elég. Knopa, hát sok időd van még hátra? Nem, csak még egy kicsi. Siessünk, és itt a tetején a süteményeket is le kell fedni. Rendben. Hol vannak a kosárlabdázók? Elmentek? Kabalaps! Lányok, nagyszerűek vagytok! Hol vannak a kosárlabdázók? Miért mentek el? Elmentek a tortáért. Ha ijesztő, akkor hozatok egy másikat a boltból. Lányok, nektek kell győznötök. Én akarom ezt a díjat. Ez egy egész rágógumigép. Ez nem olyan könnyű, lányok. Ez nehéz. Nos, srácok, készen állunk arra, hogy értékeljük az ételeket, és elkezdjük a számolást. 10, 9, 8, 7. Rendben, a lányok biztosan nyerni fognak. Csak úgy kell elhoznunk, hogy ne lássa senki. Adj egy kósolót. Nekem is. Mit csináltál? Tönkretetted a tortát. Talán csak megesszük. Bolondok vagytok? Azért mentünk a boltba, mert a lányok nyerni akartak. Fincsi. Nos, srácok, egy ilyen tortától nem menekülhetnek meg a lányok, úgyhogy egyetek. Szóval, ki áll készen arra, hogy először hozzá el a tányérját, mi készen állunk a próbára. Gyorsabban, finomabban és szebben főztünk, mint más. Próbáljátok ki. Diana, siess. Ó, Istenem. Istenem. Próbáljátok ki, nagyon finom. Nos, srácok, én ezt a kosárbogyót kérem. És színes díszítéssel együtt is elfogadom. És ezt a kocsonyát is elviszem. Add a tányért. Szép a tányér, szép bemutató, de lehetne egy kicsit jobb is. Megpróbálom. Beteges. Túl sok csoki. Remélem, hogy tetszeni fog nekik, és mi fogunk nyerni. Blondi, pofákat vágnak. Meg kell kóstolnotok ezt is. Annyira finom is étvágygerjesztő, hogy csak úgy csorog a nyál tőle. Miért mondod, hogy csorog a nyálad? Senki nem fogja kipróbálni. Gyerünk focisták. Gyerünk, lányok, szurkolok nektek. Tessék. Ez meg miért ilyen ferde? Miért ilyen a tálalás? Mi a baj a krémmel? Olyan, mint az apkása. És én ennék. Ez krém, és édes. Mike tanár úr, valószínűleg éjgyomorra jöttél, és ezért ízlik neked minden. Lányok, mit nem szerettek? Lányok, a tortátok nem szép. A bogyóitok elmerültek a krémben. Nem jól díszítettétek fel. Hogy értitek? Nem mi fog nyerni a rágó gumit? Akkor majd én megeszem a tortát. Lauren, hagyd nekem is. Ki akarom próbálni a tortádat? Ezt ki kell próbálni. Nem sütemény van, hanem egy szilárd kása. Következő. Ki fogja megmutatni a tányérját? Mi? Hát a miénk lesz a legjobb. Nos igen, a bemutató nem igazán jó. Tisztelt zsűri, meglepetés van az egyik díszítés alatt. Találjátok ki melyik. Szerintem ez már használhatatlan. Lányok, látom, hogy édes a tósztotok. Oké, szeretnék egy meglepetés tósztot. Gigi, hol van? Mike tanár úr, hát a piramis alatt. És melyik van piramissal? Mike tanár úr, hát itt. Ez undorítóan néz ki. Mi ez, egy piramis és valami meglepetés? Köszönjük, zsűri! Lányok, ne bosszankodjatok! Még mindig szeretünk titeket, még akkor is, ha rosszul főztök. Szeretjük Gigit és Julit! A csodában meg vagyok döbbenve, az eskicék szigorú! Nem tetszik nekik minden! Imádni fogják a tortánkat. Lányok, ne aggódjatok, a zsűri nem adja be a tortát, a kosarasok majd egy másikat hoznak a boltból. Szeretni fogják őket, a legszebbet fogják választani. Nagyon fáj a fülem. Nyolcék, ti vagytok a kövék! Fú, sok szerencsét nekünk! Hajrá, lányok! Állj! A mi tortánk neve Fluffy Bunny. Kóstoljátok meg! Lányok, nem látok itt semmi bolyhosat. Hol a bolyhos Nyuszi? Ez egy hagyományos sütemény nutellával és kis tejszínnel. Szükségünk van egy bolyhos elemre. Kabala, szükségünk van a farkadra. Komolyan? Talán a fejemet is akarod? Szállj le rólam, fáj a fülem.
Kedves zsűri, sajnos nem lesz pelyhes elem. A kabala megcsípte a farkát. Akkor bocsássatok meg nekünk, lányok, de nem fogjátok megvárni a szavazatainkat, nem ízlett a tortátok. Srácok, ne idegeskedjetek. Vannak srácok, akik szavazni fognak. Az fog nyerni, aki a legtöbb szavazatot kapja. Hol vannak a kosárlabdák? Srácok, szavazatok ránk! Szavazzatok a meglepetés köszöntőinkre! A gofri süteményünkre! Gofri torta! Wow. Hol van a tortátok? Szóval nem vettétek meg? Nem volt torta a boltban. Lányok, bocsánat! Kosárlabdázók, van egy probléma. A zsűrinek nem tetszett a tortánk egyáltalán. Kosárlabdázók, szavazatok ránk, az 4 szavazat, plusz 2 nyuszi és a kabala, és ez már 7. De remélem, hogy valaki más is ránk szavaz. Szóval, srácok, szavazzunk. Mi a pirítósra szavazunk? Nyusziknak szavazunk. Mi a békákra szavazunk? Gofri torta, mi veled vagyunk. Én a békákra szavazok. Én is a békák mellett vagyok. Békák. Békák. Nyuszi. Nyuszik. Nyuszi. Ó, Istenem, nyertünk! A francba! Vesztettünk. Életünkben először. Nem, ez már a harmadik alkalom. Korábban még 2-szer vesztettünk. Nos, békák, fogadjátok el a díjat! Megtanár úr! Gratulálunk, békák! Rágógumi, rágógumi, rágógumi! Gratulálunk a békáknak! Nos, legyőztük a nyuszikat. És ez olyan szép. Szóval, békák, örülünk nektek. Igen, életetekben legalább egyszer szerencsésnek kellenetek. Ez nem igazságos. Lányok, ti vagytok a legjobbak. Igen, a ti tortátok volt a legszebb, és most majd megesszük. Nem akarjuk. Srácok, mit gondoltok? Kinek kellett volna nyernie? Kár, hogy nem tudjátok kipróbálni, de értékeljétek a kinézetét. Lájkoljátok a videót, iratkozzatok fel a csatornára, kattintsatok a csengőre, és várjátok az új menő epizódokat. Hamarosan találkozunk, sziasztok! A lányok nem nyerték meg ezt a versenyt, de legközelebb nyalókát nyerünk. Milyen nyalókát, Tomi? Nos, én nem szeretek rágni.